Vedres Mátyásné Berec Ilona keze alatt jégtáncos generációk nőttek fel. Tanítványai több téli olimpiára is eljutottak. A budapesti Spartacus edzője ma az utánpótlással foglalkozik. Egy csodás edző és egy csodás ember, összesen 7 éve dolgozunk együtt, és nagyon pici koromban kerültem hozzá, és itt nőttem föl nagyjából, és egy második nagymamaként tudok rá tekinteni, mert mindent tud rólam, és mindent megosztottam vele, tehát a korcsolyázásomból már automatikusan látja, hogy éppen az adott nap jó napom volt, vagy esetleg van valami problémám, és minden áldott nap, hogyha valamit érzek, azt vele meg tudom mindig beszélni, szóval nagyon jó barátként is tudok rá tekinteni. Az edző és a versenyző kapcsolata szerintem egy nagyon fontos dolog. Én ugye nagyon régen edzősködöm, és óriási szerencse, ha talál magának az ember olyan versenyzőt, akit az első pillanattól kezdve lehet látni, hogy ő fanatikus, hogy ő ezt imádja. Ugye nálam az a nehéz, hogy itt nem egy embert kell találni, hanem kettőt, ha ilyeneket találok, és az ő mentalitásuk találkozik az enyémmel, akkor nagyon sokra vagyunk képesek. A sport tulajdonképpen egy építő lehetőség arra, hogy a jövőben olyan embereké váljanak, akik céltudatosak lesznek, kitartóak lesznek, megtanulják az idejüket beosztani, hogy tűrőképesek legyenek, két ember megtanulja egymást tisztelni, egy fiú megtanulja tisztelni mondjuk a nőt, vagy a kislány, teljesen mindegy, és hogy segíteni egymást abban, hogy ez a cél közös, és hogy ezért a célért közösen kell küzdeni. És ez, azt hiszem, hogy az élet is ilyen.